No, most megint egy olyan magyar filmről fogunk beszélni, aminek egyelőre mi Emiliával csak a trailerét láttuk. De, ha olyan jó a film, mint amennyire a trailer is nagyon jó, akkor nagyon fogunk körülni. A Lajkó a cigány űrben című filmről van szó, és itt van a felünk az alkotók, Lengyel Balázs rendező, forgatókönyvíró, és Pusztai Ferenc producer. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Megadjátok rá a választ? Már hogy a film is olyan jó, mint a trailer. Szerintem mit fognak mondani? Jó. Mire szerintem azt mondják, hogy... A trailer az egy speciális műfaj. Igen, valaki azt se tud készíteni, azt elmondom. Nem is jellemző egyébként, hogy a rendező készíti a saját filmjének a trailerét, mert ez egy nagyon-nagyon tömör, inkább egy marketing célokat szolgáló műfaj. A film maga remélhetőleg sokkal többet ad majd a nézőknek, de örülünk, hogyha felkeltette az érdeklődést. Bátor lehet megnézni. Jó, azt azért mondjuk el, hogy a film az arról szól, hogy kiderül, hogy nem Lajka kutya volt az első élőlény az űrben, hanem egy Lajkó nevű magyar permetező pilóta, akit felolvasom, Karmazsi Jenő elvtárs, a Kunmadarasi Vörösiszap Termelőszövetkezet elnöke fedez fel és ajánl a figyelmébe az illetékes elvtársaknak. Ez tényleg úgy jött, hogy felkeltél egyik reggel, ahogy azt olvastam, hogy ezt a sztorit kitaláltad és le kell forgatni? Hát a magját kitaláltam, igen, egy reggel. Magát azt, hogy nem Lajka kutya volt az első élőlény az űrben, illetőleg nem Farkas Bertalan volt az első magyar az űrben. Ez volt az ötletnek a magja, és Lovas Balázs, a kiállandó írótársam, vele együtt dolgoztuk ki aztán részletesen a filmnek a történetét. Producerként elsőre kapva kaptál ezen? Igen. Alapvetően ez akkor még tényleg csak a premissz, tehát hogy az alapötlet volt, meg egy szinopszis formájában kerestek meg a Balázsok, ugye hívjuk őket több összámban, de hogy nagyon gyorsan, gyakorlatilag egyből azt mondtam, hogy igen, ez érdekel, és nagyon szeretnék vele foglalkozni, mert hogy éreztem, hogy valami egészen unikális humora lesz az egész. Hogyan készült, hol készült a film, mennyi idő alatt tudtátok leforgatni, néhány kulisszát árulj el nekünk? Magyar helyszíneken forgott, hőerőművekben, laktanyában, például a várpalotai hőerőműnél, oroszlányi hőerőműnél, de forgattunk kint gyakorlatilag ilyen kunsági sztyepp és területen is, főleg magyar helyszíneken, tehát csak magyar helyszíneken, 33 nap alatt, és a Bajkonúri közeget azt pedig VFX utómunkával teremtettük meg nagyon sok kék és zöld háttér segítségével. A színészi gárda viszont nemzetközi, azt elmondhatjuk. Az célunk volt, hogy a külföldi szereplők, tehát már mint a karakterük szerint külföldiek, ők valóban külföldiek legyenek, és valóban a lehetőség szerint ugye az orosz szereplők, orosz anyanyelvűek, vagy legalábbis nagyon jól beszéljenek oroszul. Illetve van egy német színészünk is, Anna Böger, tehát hogy a szereplőgárda az viszont nemzetközi. Ugye van még, mert hogy itt van egy fázis, amikor a magyar versenyzőnek egy castingon kell részt vennie, hogy na, akkor végül is kijuthat fel az űrbe, és van mongol is, még észt is? Így van. Nem akarom nagyon lelőni a poénokat. Annyit elárulhatunk, hogy nem olyan könnyű Lajkónak a helyzete, hogy egyből ő juthat fel az űrbe, hanem részt kell vennie egy versenyen, amin több rendszerellenes elemnek titulált személy van, így egy elfogott náci nő, egy észt ellenforradalmár és egy mongol, akinek az egyetlen bűne az az, hogy buddhista. Igen. Rengeteg humor lesz a filmben, de van-e benne szerelmes szál? Van. Szuper. De köszönöm. Egy picit az is máshogy, mint ahogy általában a szerelmes szállak. Nem, csak látok, ugye trélve Trokánórát ugye felbukkanni. Így van, és rögtön felmerült a szemem. Nem tudom. Igen. Annyit elárulhatok, hogy igen, a Trokánóra karaktere rettenetesen vonzódik Lajkó iránt. Ez a vonzódás majd kiderül, hogy kölcsönöse, de lesz egy másik női szereplő. És ki a mi Lajkónk? Mi Lajkónk Keresztes Tamás, Katona József Színház remek színésze. Ő játssza a főszerepet, mindig is úgy terveztük, hogy már eleve a szerepet is ráírtuk. Ez is megálmodtad anno? Igen. Ez az írás folyamatban nagyon korán jött, hogy őt képzeltük el. Az mennyire volt igaz, olvastam, hogy producerként nem volt könnyű olyan helyzet, szempontból a filmet eladni, hogy mivel a cigány szó szerepel a címében,
ezzel Magyarországon még mindig nem könnyű egy filmet népszerűsíteni. Ez a címe, magát a történetet viszonylag könnyű volt, tehát a film alap nagyon gyorsan és korán mellé állt és támogatta, de az azért időnként előkerült mindig, hogy ez csak egy munkacím, és hogyha a film ténylegesen elkészül és bemutatásra kerül, akkor lehetne egy olyan cím, ami nem tartalmazza a cigány szót. Ezt minden alkalommal tényleg komolyan vettük ezt a kérdést, minden alkalommal mi leültünk, megbeszéltük, végigvettük ennek a pro-kontra, hogy ennek mi lehet előnye, hátránya, és mindig oda lyukadtunk ki, hogy bárki, aki ebből a filmből megnéz 2 percnél többet, az rá fog jönni, hogy ez a cigány szó itt ebben a filmben és ebben a címben semmiféle negatív tartalommal nem jár, és mi azt gondoljuk, hogy teljesen korrekt az, hogy ez a címe a filmnek. Azt említetted beszélgetésünk közben, Balázs, hogy 33 nap alatt forgattátok le a filmet. Ez mennyi idő alatt történt meg ez a 33 nap? Hát tulajdonképpen csak heti egy nap pihenők kell, tehát tulajdonképpen most ezt ki kell számolni, hogy hány hét alatt. Jó, tehát akkor nem húzódott el olyan, azt mondja, másfél évig forgattátok, mert nem ért rá ez, nem ért rá az. Nem. Egy blokkban zajlott a forgatás, 22 helyszínen, úgyhogy egy kemény nyarunk volt. Ugye az a minden néző megszokott lepedni, csak azért kérdezlek ilyen kulisszáról, amikor látunk mondjuk egy filmet, halljuk a rendezőt, hogy azt mondja, hogy 33 nap, akkor mindig az, hogy jó, hát ennyi adott meg lehet csinálni egy filmet. Hát ilyenkor egy nagyon komoly utómunka van, hát főleg, hogyha vannak benne digitális trükkök. Így van. Lajkónak másfél év vett igénybe az utómunkája. Tulajdonképpen friss és meleg múlt héten készült el a mozikópia, és most ma estétől már lehet látni a mozikban, úgyhogy ez egy hosszú menet volt. Hát, ha így veszük, akkor egyébként 5 év telt el attól kezdve, hogy megszületett az ötlet, leültünk és eldöntöttük, hogy megcsináljuk. Tehát az elején van egy szintén években mérhető időszak, amikor a finanszírozás és a forgatókönyv fejlődik. Elképesztő. Aztán van ez a 33 nap, amit tényleg, hogyha kiragadjuk az egészből, akkor olyan gyorsnak, egyszerűnek, könnyűnek tűnik, és aztán utána megvan az előbb említett szintén években, másfél évben mérhető utómunka, amíg elkészült. Tehát, hogy azért ez sokáig tart. Következő filmterv már van? Erősen készül. Téma? Hát erről még nem szeretnék túl sokat megosztani. Egyelőre megvárjuk, hogy szereti a közönség a Lajkót, és az biztos, hogy ki fog. Hát ha úgy szereti, mint az Aranyéletet, aminek a második évadnak te voltál a vezető írója, akkor nagy gond nem lesz vele. Bízunk benne, hogy így reagálnak majd. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük.